De basz, egyedül vagyok. Thank you.
Veteránhegyi felfutó, a golfklubáért, mert a Galaxy Motorsport Club szervez, és hamarosan elnökünk és bajnokunk, ha megtartja az eligazítás majd. Addig is gyorsan felsorolnám, álljok oda ki, hogy látszódjak. Ja, kamera is van, jaj, mosolyogjak, de jó. Oké. Na, szóval, hogy nagyon köszönjük a támogatást természetesen a helyért és a lehetőségért a Brüsszel kereszt önkormányzatának, a Gulf Lubricants Hungary Kft-nek, a Casio-nak, a Rolikárnak, a Rolikár.hu-nak, vagy pontos legyek, a Molnár Órásnak, az remek órás volt lett a belvárosban egyébként, a Szirki Virág ajándék és lakberendezési nagyját, nekik lesz majd egy külön díjuk a végén, azt majd jól kisorsoljuk. A Hell Energy Drinknek, a Mini Olympia 101B ruházati termékek forgalmazójának, ez jó a 101B, ez gyerekkoromból megmaradt a 101B-s buszból, ez jó. VDF Care Auto Alkatrész elmaradhatatlanok a mai rendezvényen, a Mive Retro Kft, a Kenőanyag Nagyker Kft, Kenotech autóápolási termékek forgalmazásával foglalkoznak a Tőzsdevilág Befektetési és Tanácsadó Kft. Ők a támogatóink, tényleg köszönjük nekik. A programon pedig hát persze 9-ig ugye regisztráció volt, és akkor mindjárt eligazítunk, aztán 10-től 12-ig van ugye a szokásos pályabejárás, és 12-től 14.30-ig vannak a mért futamok, a célbelők érkezőknek pedig automatikusan ebéd. És 15 és 16 óra közt, maradjunk a 16 órához, díjkiosztót tartok itt majd fönt. Ez lenne röviden és tömören a programunk, és akkor jöjjön az a bizonyos eligazítás, Adamovics Eriktől, elnökünk, bajnokunk, a Klasszik Motorsport Klub vezetője, a verseny főszervezője. Átadnám neki a mikrofon. Hi. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Amit tudni kell a hegyi felfutásról, gyorsan dióhéjba, mert látok új arcokat is. Tehát alapvetően nem a sebességről szól, hanem az átlagtartásról. A pályán kétszer kell egyformát menni. Autósok, tartsátok tiszteletbe a belső sávot, ne legyen kavics felhordás, mert a motorosok elcsúsznak rajta. Délelőtt kategóriánként, tehát az lesz, hogy mindenki itt van fent a bázison, kategóriánként fogunk levenni a safety car után a rajtba. 12-ig gyakorlás van, 12-kor jön az éles két mért futam. Értelemszerűen minden kisebb a különbség a két futam közt, annál előrébb fogtok végezni. Tehát nincs ott értelme a száguldozásnak, meg amúgy se szeretnénk bekerülni az RTL klubba, hogy a veteránosok megölték most a Düsszent kereszten, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, mindenkit várnak haza. Az ebéd, ugye a nevezési díjban benne van egy helles karszalag, ugye az az étkezés. Minden segítő még tud venni hozzá, amire szükség van. Gyakorlatilag a második futam után fogunk étkezni, ahogy érkeznek be a sáncok, úgy lehet rögtön menni kajálni is. Hát nagyjából ennyi. Ha valami kérdés van, egyéb extra kívánság. Igen. Először a motorok mennek, Józsi barátom azt majd fel fogja konferálni, kategóriánként fogunk levonulni. Igen, először a motorok és utána az autók. Úgyhogy az autók most egy kicsit még pihenőbe lehetnek. Igen, igen. Először a motorokból a gyorsjáratok és a háború előtt a végén fog menni. Az autóknál is úgy lesz, hogy először a kis köbcentisek, ugye az 1000 köbcentiig, és ugye aztán a Tóninak a csirketelepről a busz a legnagyobb köbcentis jószág, ő fogja zárni, ez a nem is tudom 4-500 lóerős
ordinális szörnyeteg, amit elhozott nekünk, úgyhogy mindenki csodálja meg, mert ilyet ritkán látunk. Na, gyerekek, akkor lóra fel, autósok még egy kicsit pihentetnek, hanem akkor a motorok hajrá, hajrá, a safety car után. Hát a rogaszolt. Köszönjük szépen Adamon Cseriknek, elnökünk, bajnokunknak a eligazítás. Kicsit zavarban volt, de hát persze egy másik rendezvényre érkezett, vagy valami ilyesmi. Vagy sok volt az este. Sokáig takarítottak itt tegnap, persze. Szóval akkor azt kérném tőletek, ahogyan mondta Erik is, hogy a motorosokból is nyilván a gyorsjáratú, aki jöjjenek először a safety car után, és akkor tényleg itt álljatok is sorba a depó kiárat. Nevezünk depónak a mai parkolónkat, a depó kiáratánál sorban. És akkor hamarosan indul a mandula.
a safety car a pályát. Ha visszaszólnak, akkor így. Thank you.
Thank you.
lábadon, szerintem nincs a földön. De Molly, felkészültél erre a puszi áradatra? Tuti? Jó, rendben. A második lett a 145 cm-es veterán motorok között Németh Zoltán, MZ-125-2. És a győzelem ebben a nagyon népes kategóriában, hárman épp célba, Kontrát Gábor. Jól olvasom a nevedet? Igen, Kontrát Gábor, ugye? Köszönöm. Kontrát Gábor, ő is egy MZ EZT, az nyilván el van írva, hogy ETZ lehet csak 125 cm-ben. Tehát, hölgyeim és uraim, a három célba érkezett 105 cm-es motorkerékpáros, látjátok a dobogón, Szita Zoltán, Németh Zoltán és Kontrát Gábort. Gratulálunk! Köszönjük, hogy eljöttetek és emeltétek rendezvényünk fényét. A 250 cm-es motorkerékpárok kategóriájában szintén a legjobb hármat díjazzuk. A harmadik helyen az 54-es rajtszámú Király Krisztián végzett. Egy TS 250-es MZ-vel. A dobogó második fokára állhat föl 55-össel Halmai Mihály, Pannonia P12. Nagyon szorosak egyébként az időeredmények, tehát hogy a különbségek ezért 1,76, 1,41 és 1,31 század másodperces különbség az első háromnak, mondtam, a két futam ideje között, mert a győztes 28-assal Kapás Zoltán! Pannonia P21. P21, a gyújtás sikerült összehangolni? Nem árt. Tehát a 250 cm-es veterán motorkerékpárok legügyesebb három versenyzőit látjátok a dobogón. Most kell egy hosszú nagy tapsot nekik nyomni, miközben én felsorom ezeket. Király Zoltán, Halmai Mihály és Kapás Zoltán a győztes. Hát 500 cm-es géposztályban a legjobb hármat nem tudjuk díjazni sajnos, mert csak egyetlen egy induló, vagy érkező, vagy nem tudom, hogy indult-e több. De egy van. Egyébként egész ügyes volt, és 2,81 század másodperc volt a két futam időelemény között. Szabó Ferenc Tibor egy Honda VF500F-vel versenyzett. Nem ő tehet róla, hogy csak egyedül volt ilyen ebben a kategóriában. Nem fújt el a szél! Nem fújt a szél a papíromat! Valaki legyen már fel! Ez abszolút volt, remélem nem lesztél. Az 500 plusz, 500 cm fölötti géposztályban kezdjük a másodikkal, Révész Zoltánnal. Révész Zoltán, egy Honda CD750F-el jött el a mai versenyünkre. Nála 2,87 század másodperc volt a különbség a két futam eredménye között. És jön a győztes, aki tényleg 81 század másodperci különbséget halmozott össze. Hát most komoly? De most komp tényleg? De most ez itt motorkerékpárként indult? Ne már! Itt a Zsolti motorkerékpár kategóriában győztes Reiland Robin természetesen ezzel a három kerekű isten csapásával. Hát, hölgyeim és uraim, a vicc kategóriát látják a dobogót. Révész Zoli és Kitta Zsolt épített 255 cm következik a motorkerékpárok között. Jó sokan voltak jelzem, úgyhogy itt komoly dolog volt első háromba kerülni. A harmadik leggyorsabb 22-es rajtszámmal Halustyik Ferenc lett. Egy ETZ 150. Bőle nem tudom, mit csináltál, hogy épített 250, de valamit csináltál belőle. Ez kétségtelen. És 1,03 század az időeredménybeli különbsége. Úristen, a győztes nagyon durva. A győztes 1 századnyi különbséget halmozott össze a két futam eredménye között. De még jön a második előbb. Kereskény Balázs. Ő is egy NTZ 250 építménnyel. Ő is mindössze 6 tized másodperc különbséget szedett össze a két futamban.
és az szerintem hihetetlen 1/100 másodperces különbséggel a győztes Kis Bence! Simpson, S51! Nagyon érdekes volt, mert Bolli az előbb leírta a Simpson szót, de P volt a közepén. Megvan nektek a Simpson család? Gondolom. Neki a Simpson nem az volt, amit nekünk gyerekkorunkban Simpson, hanem neki ez volt a Simpson. Na, szóval, hogy ebben a népes kategóriában az épített 250-ben ez a három legügyesebb fiú, aki a dobogónál, Harustyik Ferenc, Kereskény Balázs és Kis Bence a fantasztikus 1/100 másodperces különbségével. Épített 250. Mi? Épített 250 plusz? Bocsánat, elnézést kérek. Épített 250 plusz. A kategóriában hát sajnos 5-en indultak és 3-an értek el értékelhető eredményt. Ő 3-okat mindjárt fel is sorolom. A harmadik lett Mamoly Dani, ő Yamaha RD350-nel versenyzett, amennyiben itt van Mamoly Dani, köszönjük szépen. Ő 1,3 másodperces különbséget szedett össze. A második helyen Király Richard végzett, 85 másodperc, nem tudom milyen motorral voltál, súgjál. Eltézzék, oké. Okay. És a győzelem 53 másodperces különbséggel Stefán Lászlóé, egy Suzuki DR500-zal. Tehát épített 250 köbcentiméter plusz kategóriában a három legügyesebb versenyző, akik célba értek. Mamoly Dani, Király Rihány és Stefán László. Gratulálok! A háború előtti kategória motorjai következnek. A három legügyesebbet a következő sorrendben hívnám a dobogóra. Ifjú Sejbály János lett a harmadik Ariel motorjával. 1,45 másodperces különbséget hozott össze. A második legügyesebbet a háború előtti kategóriában Vackó Zoltán, ő is egy Ariellel. Ő 1,36 másodperces különbséget. És a győzelem a háború előttiek között a 150-es rajtszámú Erdei Zsolt egy Royal Enfield-el. Ő csak 1,9 másodperces különbséget hozott össze. A három legügyesebb tehát áll a dobogón, nekik szóljon a taps a háború előtti kategóriában. Ifjú Sejbály János, Vackó Zoltán és Erdei Zsolt. Gratulálok! Autó 1000 köbcentiméter. Megvan. 1000 köbcentiméter alatti gépjárművek, ugye veterán autókról beszélünk. Itt megint csak három, ugye? Tehát három leg. És a navigátor is jöjjön ki. Nagyon fontos kérés a verseny szervezőitől, hogy a navigátor is jöjjön ki. Ez az első alkalom, hogy a navigátor is kap a nyakába ilyen kosztogot. Látjátok, kettő van, minden autósnak kettő van. 1000 köbcenti alatt a harmadik legjobb, legügyesebb lett. 1,39 másodperces különbséget összehoz a Trabant 601S típusú gépkocsijával. Ez eddig elég tág, ugye? 25-ös rajtszámmal Strider Zoltán és a navigátora. Ki volt a navigátor? Csak nem a kisfiad. Ő volt tényleg? Tök jó. Wow! Azért ennyi idős koromban kaptam volna egy babérko szorozni nyakamba. Oké, okay, ők lettek a harmadikok. A második helyezést érték el ebben az 1000 cm alatti kategóriában Fiat 850 kupéjukkal Szolcsák Tamás 9-es rajtszámban és a navigátor persze, akit kiszólítanék szintén. 34 másodpercig volt a különbség a két futam között. Gratulálunk! És a győzelem, hogy a 34 is felül vagyunk, nyilván 22 másodperces különbség lett. Sebe Csongor, Trabant 601 Rally, 103-as rajtszámban. És az ő navigátora. Csongor, halló! Na azért.
ilyenkor végig kéne zúgni a tapsra, kértitek, még felér a dobogóra, ilyen ünnepélyes lenne a dolog, tudjátok, ez ilyen állítólag így szokták, vagy nem tudom. Gratulálunk. Navigátor neveket ugye nem tudok nektek mondani, mert az ugye a papíron nem szerepel, de a három legügyesebben az 1000 cm alatti kategóriában a dobogón Stráder Zoltán, Szolcsák Tamás, Sebecsongor és navigátorai. Gratulálunk nekik! Maradunk ugye az autóknál és az 1600 cm-ig terjedő kategória, jó népes kategória, jelzem. Jó sokan voltatok, itt aztán igazán nagy dicsőség volt győzni. 74% másodpercig különbséget ért el a harmadik legügyesebb versenyző is. Ez ötös rajtszámmal stílszerű egyébként egy Renault R5 Alpinhoz, azt gondolom. Szabó Zsolt és az ő navigátora. Látta valaki? Jön már! Nem mondta, hogy én volt a navigátorod. Gyerekülésbe hátul? Az előbbi tirítjettem, hogy milyen fiatalon kapott koszorút, és tessék, van még fiatalon. Na jó, hát akkor legyen a második, persze, mert hogy így nyilván ki lenne más. Szóval a második legjobb eredményt ért el 1600 köbcenti alatt, 68% másodpercig különbséget hoztak össze. Valsz 2101-es típusú gépjárművükkel. Márta Norbert! És nyilván navigátora, hát a csengő. Végre ismerek valaki navigátorból is. Tök jó. 19-es volt a rajtszámuk egyébként. És akkor ebben a népes kategóriában a győzelmet 57% másodperci különbséggel Lada 1500S típusú gépkocsijukkal Olá István. Ugye, ugye? Mikor lesz a cserebogár? És micsoda véletlen, itt is ismerem a navigátort, jó, ezt e-mailt. Ugye? 44-es volt a rajtszámuk. Semmi gyanús nincs benne egyébként. Emberi kapcsolatok, érted, egyszerűen. Csak így simán, tudod? Na mondom, akkor a három legügyesebbet ebben a legnépesebb képosztályban. Szabó Zsolt és az ő navigátora, a nagyon picike navigátor. Márta Norbi, Márta Csengével, és az ügyes legügyesebbek Olá István és Juhász Timi. Gratulálunk a győzteseknek. Tényleg gratulálunk. Sziasztok! Ja, még selfie van, jól van, bocsánat. Ez is 2000 köbcentiméter alatti és 1600 köbcentitől nagyobb autóknak a versenyében. Fél másodperc kellett ahhoz, hogy a harmadik helyre érjen valaki. Hát akkor a különbség. Ez egy BMW 316-os, nekem csak annyira egyéb, hogy Indy 36-os rajtszámmal. Indi és Gitta. Oké. Okay. Ennyi elég névnek? Nem mondjuk többet. Oké, okay, rendben. Többet nem mondunk. Indi és Gitta. Ők lettek a harmadikok. Oké, okay. A második helyezést érték el ebben a kategóriában 26% másodpercű különbséggel. Egy Volvo-val, a 8-as rajtszámmal, hát akkor ezt mindenki tudja, hogy melyik Volvo-ról beszélek, az 1800-esről. Balog László! Tényleg van a navigátor? Végig? Szuper! Hát 72-es vagy 73-as a Volvo? 74-es? Állítólag csak 72 és 73-ig gyártották, azért kérdeztem. Mit tud, ott maradt a szalomban? A legyártott 5000 darabból. És a győzelem 12% másodperces különbséget sikerült összehozni a két futamban elért időeredmény között.
14-essel Bencédi Balázs, Toyota Celica T18. Azt nem gondoltam volna, hogy ez a gyönyörűség ilyen jó is, látod a pályán, és nem kell sietni vele. Egy ez a Carlos Sainz Edition Celica, egy ekte eredeti állapotú, sosem volt törve, tényleg nagyon érdemes megnézni közelről. Ez az, amit Sainz Edition néven adtak ki annak idején a gyárban. Na, a legügyesebb három páros van a dobogón, ebben a hillatban, 2000 köztenti alatti géposztályban. Indi és Gitta lett a harmadik, Balogh Laci lett a második navigátorával, és Bencédi Balázs a győztes. Lenne egy hatalmas kérésem, mert hogy nyilvánvalóan egy picike adminisztrációs hiba csúszott az előző pillanatokban a dologba. Azt gondolom, mindenki tudja, hogy ez a Celica az Youngtimer. Bocsássatok meg, természetesen nyertetek, csak nem ebben a kategóriában, úgyhogy maradjon nálatok az a poszorú, de majd mindjárt kijöttök újra, jó? És akkor én azt kérném, hogy az előző két versenyző, az jöjjön vissza, akik az előbb küldtem ki, tehát Indi és Gitta és Balogh Laci jöjjön vissza, legyen kedves. Kérlek titeket, ne haragjatok, ez egy ilyen apróság, mert a Celicát véletlenül rossz érem, a oldtimerek közé sikerült a rajtlistába belehelyeznem. Igen, majd mindjárt megoldjuk a dolgot. Álljatok fel a második helyre, kérlek szépen titeket. Majd mindjárt cserélünk. Így van. Balogh Laci pedig álljon fel a dobogó legtetejére, mert hogy ő nyerte a kategóriát. És hívunk hozzá egy harmadikot, Németh Sándor 218-assal, a Renault Fuego-val. Ők 75% másodperces különbség, az is nagyon szépen ennyi. És akkor így a koszorúkat így egymásnak, így ilyen, az még ilyen még nem volt ilyen családiasan. Tiétek a harmadik helyezettnek járó koszorú. Laci átadja a második járó koszorút Indinek és Gittának, és megkapták a győzelemért járó koszorút. A csoki maradhat a kicsinél, persze. Úgyhogy elnézést kérünk ezért a hibáért, de természetesen nagy hiba nem történt, csak egyet áttransportálunk. A három legügyesebb versenyző, az előbbi nem tapsoltátok meg, Németh Sándort és navigátorát, ők lettek tehát a harmadikok. Indi és Gitta lett a második, és Balogh Laciék lettek a győztesek ebben a kategóriában. Gratulálunk! Ők lettek a 2000 köbcentiméter alattiaké. Örülünk! Bocsánat, kérünk így, de azt gondolom, hogy nagyon nagy hibát nem védettünk. A 2000 köbcenti fölöttiek díjkiosztója következik. Ott a három legügyesebb versenyző. A harmadik lett 1,91 másodperces különbséggel. Egy BMW 635 CS-ivel Sebe Tamás. 1,6 km volt a pálya, de nagyon fel kellett húzni mindig a BMW-t. Mint a nagyon messzire ment volna. A második helyet szerezték meg 53% másodperces különbséggel, Ford Mustangjukkal, Tóth Attila és navigátora. A győzelemhez 31% másodpercnyi időkülönbség kellett, vagy elegendő volt. Egy Opel rekorddal, Kovács Gábor, 41-es rajtszámmal, és persze navigátora. Hölgyeim és uraim, a 2000 köbcenti fölöttiek három legügyesebb áll a dobogón, Sebe Tamás és navigátor a harmadik, Tóth Attila navigátorával a második, és Kovács Gábor és navigátorral szeretnék meg a győzelmet. Nagy taps jár nekik, gratulálunk! És akkor most jön a Youngtimer kategória három legügyesebb versenyzője. Youngtimerben egy kicsit ugye csúsztatok, és tudom, hogy mit kell mondanom, hál az égnek.
47 század másodperces különbség kellett a harmadik helyhez, 18-as rajtszámmal Kis Mátyás és navigátora a Honda Civic-kel. Hazamentek, átadjuk nekik, megemlékezünk róluk. A második helyhez 24 század másodperc kellett, 69-es rajtszámmal ifjú dr. Nónai György és az újonnan bemutatott olasz járművért. Egy lancsa kap a kupé. És akkor itt a Young Timer kategóriában a győztes, akiről már oly sokat beszéltünk az előtt, Bencédi Balázs, aki már a koszorút is hozza magával a navigátorostól. Hiszen ők lettek a legügyesebbek, az a 12 század másodperc, az 12 század másodperc. És újabb koszorú, ugyanaz a koszorú, de újabb két puszi. Igaza van? Én sehogy nem. Tehát akkor a Young Timer kategória három legügyesebb versenyzőjét látjuk a dobogón. A harmadik, illetve a dobogón nem csak a képzeletbeli, a Kis Mátyásék, akikről meg majd elviszük a díjat, lettek a harmadikok. Nórai Gyurék lettek a másodikok, és a győzelem Bencédi Balázsi és navigátorái. Gratulálunk nekik! Akkor abszolút motorkerékpárt mondok most, mert az nekem tetszik, nem tudom miért. 12-es rajtszámmal Kis Bence a Simpsonnal, S51-essel. Így előre vetítem egyébként, hogy az egy század másodpercnyi különbség az többre is elisz, mint ez a kategória. Mi a díj? A Molnár órástól egy karóra, a maradj, állj oda fel a tetejére. Egy nagy tapsár neked, mert hogy te lettél a legjobb motorkerékpáros. Gratulálunk Kis Bencének. Az abszolút autó következik. Őt is láttuk ma már a dobogon térni, természetesen Bencédi Balázs, a Toyota Celicával. Azt nem gondoltad, hogy ezzel a pár hónap jött a megvetted a Celicát, hogy elvizel egy csomó díjat az első versenyén. Szóval 14-es rajtszáma Bencédi Balázs a Celica károsztály Celicinnel lett a legügyesebb autós. Gratulálok! Tényleg gratulálok! Ők is egy óra kaptak mind a ketten, nem csak egyikük, oké. Okay. A Molnár órástól. És van még egy ilyen abszolút szerűségünk, bárhogy így külön, még a háború előttieket külön kategóriával rendeztük, egy Casio. Retro? Style retro? Háború előtti Casio. Na jó, ne olyan nem volt még. Egy Enfield, Royal Enfield-del, Erdei Zsolt! Háború előtti speaker, köszi! Annyira jó, szeretem a kollégáimat, hogy ilyen parasztok. Gratulálunk egyébként itt csendesen, Júzs, elsúnyogtál az órával balra, nem készült róla fotó a dobogó tetején. Át kell néznem a papírt, nehogy majd kiadjak valamit, a legjobb érdez, a legjobb érdez, a legjobb szeretem, a Hát akkor is van még egy ilyen abszolútunk a külön díjak előtt, és na, nagyon nagy csodátlan, nem árultam el az előbb, már ugye megemlítettem, hogy az egy század másodperces időkülönbség a két futam között, azt gondolom, hogy az ilyen űridő. Hogy az hogy sült össze, vagy hogy jött össze, azt nyilván nem tudhatjuk. De 12-esen Kis Bence nyerte az egész napi versenyt. Tehát minden eredményt összeszámolva Kis Bence volt a leges. Itt vagy még? Van még fér még a trillerre? Többet nem adunk. Jaj, leesett a teteje. Szerintem tegyétek telepeskővel is, így adok bele valamit. Állj fel még egyszer a dobogó tetejére azzal a kupával is, mert nálad ma nem volt ügyesebb ezen a versenyen. Gratulálunk Kis Bencének! Három hölgy navigátort is szeretnénk díjazni. A három legügyesebb navigátor hölgyet, már hogy akinek az eredménye alapján ügyességben az ő eredményei volt, igen, és 58-assal ugye ők a harmadikok, Varga József és az ő kedvese a Lotus Cortinával. Molnár órástól egy gyönyörű fosszil óra. Mondj egy nevet, egy keresztnevet legalább. Oké, Gabi!
ennyit is tudunk most már. Szóval Gabi, ő volt a legügyes, a harmadik legügyesebb női navigátor. Te látszod a fogóra? Hozok az még kettőt. De Józsi, menj onnan, légy szíves. Köszi. Csak a három navigátor hölgyet díjazzuk. Nem fogja senki erre volt, csak lányokat hívunk mellé. Az még nem olyan nagy baj, ha két lányban együtt, vagy három. 36-ossal Indinek a navigátor ugye Gitta volt. Gittát kérjük ide a dobogóra. Én azt gondolom, hogy a legügyesebb női navigátor már sejti, hogy ki lehetett az. Igen, Csenge, te vagy az. Márta Csenge a legügyesebb, és övé ez a gyönyörűséges örök virág csokor. Na, szóval, hogy az örök virág csokort, a Szilcsi virág ajándék és dekorációs nagykernek a külön díja, a felajánlása. Gratulálunk nekik! A három legügyesebb navigátor hölgyet láttátok a dobón, akik elmenekültek az eső miatt egy kicsit. Mégis megtört ez a, vagy nem tört meg ez a 30 éves hagyomány? Buxen keresztelek? Menj egy gyorsabban egy kicsit. Legfényesebb, legtisztább, most már legesősebb autó, ugye ez a Volvo 1800 RS. Balogh Laci érdemelte ki ezt a külön díjat, ha még nem zavart el az eső, nem zavart el. Neki adunk még egy külön díjat mindenféle autóápolási szerekből. Igen. Kenő vagyok, Nagyker Kft. Kenotek autóápolási termékek forgalmazásával foglalkozik. Ő ajánlotta fel ezt a külön díjat a legfényesebb, legtisztább, neki legjobban tetsző gépjárműnek. Legjobb keleti jármű! Bocsánat, legszebb keleti jármű, elnézést, legszebb keleti jármű. Skoda S110R 78, Sinkó Péter, VDF-ker külön díj. Tehát a VDF-ker, aki évek óta támogatja a rendezvényünket, a legszebb keleti járműnek egy Skoda S110R-t értékelt Sinkó Péter 78-assal kapta ezt a díjat. Gratulálunk! A legszebb nyugati jármű, ez is a Balogh Laci Volvo-ja. Gyertek még egy ajándékért. Bocs, ne haragudj, hogy ilyen sok mindenki hazavinnetek. A Molnár úr ajánlotta fel ezt a díjat. Szerintem szép. Ugye? Van egy ilyen nagyon érdekes külön díjunk, mint a legnehezebb jármű a mai versenyünkön. Értitek? A legnehezebb. Szerintetek ki volt a legnehezebb jármű a mai napon? Valakinek van valami ötlete? Én ilyen sárga buszos srác voltam annak idején, mert bejáró voltam Vidékről, mondjuk pont onnan. A Csirkés Tóni, hát ki lenne más? Az Ikarusszal Béke Tóni és Orlicki Attila ajánlotta fel ezt a külön díjat a legnehezebb jármű tulajdonosának. Egy Ikarus 260-as. Gratulálunk és köszönjük, hogy elhoztad. Nagyon tetszik a járattábla rajta, különösen a polgári csirkefarm kontra Büxenkereszt hegyi felfutó. Egy motoros külön díj, nem tudom mi alapján, de egy motoros külön díj van itt a kezünkben. A Molnár órás ajánlott fel egy Daniel Klein karórát. Marmoly Dánielnek, 141-es rajtszámú Yamahával versenyzett nálunk. Akik versenyzők voltak, és a mai napon elindultak, és még itt vannak velünk, mind jöjjön itt a dobogó elé, kérem. Az összes olyan versenyző, aki még itt van velünk, és kitartott a Hell egy külön díját. Mindenki kap egy ilyet. Tessék, gyertek csak, gyertek, kedves kényi, gyertek! Tessék csak, tessék, vigyétek! Menjél, mert az a kárba.
Gyertek, csak gyertek, kedveskéim, még van egy kis ajándék, gyertek, vigyétek!